Köszöntöm a Miskolc Televízió nézőjét, önök heti sport összefoglalónkat látják. A Sportpercek heti adását kosárlabdával kezdjük, ugyanis már nem üres a kispad, a távozó Cicás László helyett Földi Attila lett a DVTK kosárlabda együttesének új vezetőedzője. A Vasastól érkező fiatal szakember három esztendőre kötelezte el magát a miskolci piros-fehérekhez. A megújuló és új szakvezetővel felálló DVTK célja a csapat előtt álló átmeneti esztendő segítségével egy hosszú távon is működőképes új keret kialakítása. Az épülő új otthon a leendő Diósgyőri kosárcsarnok előtt beszélgetett Völgyi Péter sportszakmai igazgató az Aluinben DVTK új vezetőedzőjével. Földi Attila irányítja majd ugyanis a jövőben a megfiatalodó miskolci együttes szakmai munkáját. A csapat elmúlt években elért eredményei komoly elvárást tesznek a vezetőedző vállára, amivel nehéz lesz versenyezni. Fogalmazott első, már DVTK edzőként adott interjújában Földi Attila. Viszont nekem nagyon tetszik az a profil, hogy ugye fiatal játékosokkal és fiatal csapattal kell nekivágni az egésznek, hiszen ugye egy ilyen közegből jövök, ahol tulajdonképpen ez volt a cél mindig, a fiatal játékosok nevelése, tehát valamilyen szinten egy plusz eredményorientáltsággal, de hasonló a feladat, úgyhogy nekem is talán tökéletes következő lépcsőfoknak ez, mert folytatom valamilyen szinten azt, amit eddig csináltam, de már egy magasabb szinten, de már egy olyan elvárással, amit én szerettem is volna már. Izgalmas is nyilván, óriási nagy kihívás, óriási nagy lehetőség, úgyhogy hát várom nagyon valójában, tehát izgatott vagyok vele a kapcsolatban, alig várom, hogy elkezdődjön majd az a része, amit én igazából szeretek, amikor már csapattal együtt tudunk dolgozni. Azt gondolom, hogy aki versenyző típus, tehát aki igazi sportember úgymond is versenyezni akar és nagy eredményeket akar elérni valamikor, annak be kell vállalni az ilyen lehetőségeket, úgyhogy nem sokáig dilemmáztam ezen a dolgon, és nem volt bennem fél szem miatt, tudom, hogy mivel jár, és azt gondolom, hogy képes vagyok a feladatra. Földi Attila a félbeszakadt bajnokság január végén játszott mérkőzésén még az ellenfél vezetőedzőjeként gratulált jó barátjának, majd úgy alakultak az események, hogy Cicás László után ő foglalta el a megüresedett miskolci kispadot. Már most lehet tudni, bár még nem teljes a keret, hogy egy fiatal magyar magunk lesz, és azt gondolom, hogy ezáltal nekünk egy lendületes, agresszív, harcos, küzdős csapatnak kell lenni, és én ilyen irányba is szeretném elterelni ezt a dolgot. Tehát abszolút egy motivált fiatal csapat, aki egy ilyen szurkoló közönség előtt, ami van itt Diósgyőrben, mindent meg tud tenni a pályán. Nagyot léptünk előre a jövőévi csapatépítésünk szempontjából, hiszen sikerült leszerződtetni és megállapodni vezetőedzőnkkel, Földi Attila személyébe egy ambiciózus fiatal magyar edzővel de sikerült bízni a csapatot a következő szezontól kezdve. Hosszú távú szerződést kötöttünk vele, ő bizonyított már a Vasas csapatánál, és nagyon bízom benne, hogy itt Diósgyőrben is ezzel a fiatal csapattal, ami kialakulóban van, nagyon jó munkát fog tudni végezni, és közösen képzeljük el az elkövetkezendő időszakot. Attila már többször is szóba került a klub életében, örülök, hogy a mai napon ezt sikerült véglegesíteni. A női kosárlabda élvonal egyik legfiatalabb vezetőedzője dolgozhat majd tehát ezentúl egy nagyon fiatal DVTK-val a folytatásban. Lendületet és új impulzusokat adhat egymásnak a vezetőedző és a játékos keret így. Ez pedig egy komoly fegyver lehet majd a következő szezonban. Szinte mindegyik játékosat dolgozott már különféle korosztályos válogatottaknál, háromszámos válogatottaknál, illetve a Vasas csapatában, úgyhogy senki számára nem lesz ő ismeretlen, és az ő számára sem lesz ismeretlen játékosunk. Nem volt ez nehéz döntés, azt gondolom, hogy megérdemli az Attila a bizalmat, mindenben fogjuk segíteni a munkáját, nyilván több esetőség is szóba került, de mai napon ezt sikerült véglegesíteni. Három éves szerződést kötöttünk Attilával, úgyhogy ez a következő év egy átmeneti időszak lesz. Tudom, hogy többen kicsit borulátóak a csapatunkkal kapcsolatban, én abszolút nem szerintem fogunk tudni egy jó csapatot kialakítani, és főleg a legfontosabb számomra az, hogy rengeteg olyan tehetség fog itt pattogtatni, akik hosszú távon meg tudják oldani a DVTK-nak a minőségi jövőjét, és hát nem utolsó sorban itt van mögöttem ez a félkész gyönyörű csarnok, szerintem lesz egy félkész nagyon nagyra hivatott csapatunk a következő szezonban, és én bízom benne, hogy a fiatal vezetedve sok tehetséges utánpótlás váltott játékosokra megerősítve ezt a társaságot, itt egy nagyon szép közös jövő alakul, ami az nyilvánvalóan minden résztvevőnek, szurkolónak, vezetőnek, játékosoknak, szakmai stábnak türelemre van szüksége, de én biztos vagyok benne, hogy ez meg lesz.
Szerződése aláírásakor fontos volt a fiatal szakember számára az is, hogy a tervek szerint a következő szezonban már az új csarnokban lépett pályára talán a Diós Győr. Fontos volt természetesen az a közeg is, ami körbeveszi a szurkolók által a csapatot, hiszen gyerekként már megtapasztalhatta mindezt Földi Attila, amikor az édesapja irányította a DVTK munkáját. Minden egy kicsit átjár az ember fején ilyenkor, és hát ez szenzációs dolog, abszolút plusz motivációt ad az, hogy majd egy ilyen létesítménybe tudunk majd pályára lépni. De nekem elsősorban a legelső gondolatom az a szurkolók voltak, nekem édesapám volt még itt edző Diósgyőrbe, és én már akkor gyerekként jártam ki a meccsekre, és azt gondolom, hogy ugye sehol nem volt tényleg ilyen nézőközönség, főleg női vonalon, úgyhogy nekem ez volt az első dolog, és hát amikor tényleg az ember versenyezni akar és szereti a sportot, akkor nézők előtt szereti ezt csinálni, szurkolók előtt, tehát ez volt az első ilyen nagy dolog a fejembe, úgyhogy azt is nagyon várom, és mindent megteszünk majd, hogy tudjunk bizonyítani és méltók lenni erre. Végül pedig a közeljövő eseményeiről még egy-két gondolat. Miként folytatódhat majd, és főleg mikor a bajnokság és az új csapat kialakítása? Próbálok minél kevesebbet spekulálni egyébként ezzel kapcsolatban, és tényleg várni mindig az információkat, hogy hogyan lesz tovább. Nem nagyon szeretek így előre ötletelgetni, de nagyon bízom benne, hogy úgy kezdődik el, ahogy egyébként szokott, hiszen megkönnyíteni sokba a dolgunkat, hogyha egy olyan felkészülés lehetne végigcsinálni, mint ahogy az eddigi években, tehát kvázi van egy képünk, hogy zajlik le a felkészülési időszak, a felkészülési mérkőzések, hogy kell készülni esetleg az európai versenyekre, és magára, hogy kell a formát időzíteni a bajnokság kezdetére. Bizonytalanság az változatlanul jelentős itt az életünkben, nem tudjuk igazából mikor indul a magyar bajnokság, nem tudjuk lesz-e Euroliga, lesz-e Európa Kupa az őszi szezon során, úgyhogy minden esetőségre készülünk és próbálunk nyilván minél előbb információhoz jutni. Egy vagy két magyar játékost még biztos, hogy fogunk igazolni ehhez a kerethez, és tovább fogjuk erősíteni a csapatot, és hát próbálunk a legtöbbet kihozni ebből az időszakból. Külföldi játékosokkal kapcsolatban több olyan klub van, ahol már döntés született, mi megvárjuk azt, hogy a magyar maga le tudjuk véglegesíteni, és annak fényében valószínűleg egy később időszakban, július-augusztusban fogunk tudni, amikor már tiszta látjuk a célokat, a lehetőségeket, és főleg itt a lehetőségeken van a hangsúly, akkor tudunk felelősségteljes döntéseket hozni, hogy hány külföldivel és milyen poszton tudjuk megerősíteni a jövő évi csapatunkat. Az előttünk álló időszak eseményeivel kapcsolatosan a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége május elején megjelent állásfoglalását lehet egyelőre idézni. Eszerint a vírushelyzet ismeretében két kezdési dátummal, október 3-mal és október 31-jel kalkulál a bajnokság szempontjából a szövetség. Elért eredménye okán a DVTK az Euroliga selejtezőjében indulhatna. A határozat része az is, hogy május 31-ig az elnökség nem javasolja a csapatoknak, hogy elkezdjék edzéseiket.